a színeket, ha nem lehet, s az életet szürkén éled. Csak higgy nekem, ha téged is bánt, én is pont így éltem. Nézd, a súly leránt, de lépj tovább, soha nem kell félned már. Ez az út, s ez a világ, amit álmodtál. Lásd a csodát, és ér velem át. Nézd, milyen gyönyörű, olyan gyönyörű, soha ne bánj, ha lépni muszáj, s nem leszel egyedül, olyan egyedül, ha múlt vissza rád. Tégy csodát, te is igazán. E hangokat, ha nem leled, s az életed csendben csak hidd nekem, én hallom, ha bánt, a zenedben megébred. Ne félj, légy tovább, a csend mi bánt, soha nem kell többé már. Ez az út, s ez a világ, ami régen vár. Lásd a csodát, és érd vele. Soha ne bánt, ha lépni muszáj, s nem leszel egyedül, olyan egyedül. Kertész Iván! Nem arról volt szó eredetileg, hogy csak slágereket lehet énekelni ebben a műsorban? Jaj, most miről beszélsz? Kocsis Tibor slágerét énekelte. Lásd a csodát! Esni. Jaj, milyen udvarias vagy, nem, menjél csak szépen te lányok előre. Lányok előre, gyerünk! Iván, mi volt a legnehezebb, amit meg kellett szoknod az akadémián? Azért most már tényleg megtaláltad a helyedet, de legfiatalabb versenyzőként biztos, hogy nem volt könnyű. Igen, most már abszolút megtaláltam a helyemet, de a legnehezebb mégis az volt, hogy ki tudjak nyílni, és önmagamat tudjam adni, de azt gondolom, hogy nagyon jól sikerült, és a csajokkal nagyon jól megtaláltam a közös hangot. Nehéz, a választás, nehéz, nehéz. Hát az érintettet kérdeznénk rögtön az elején, az érintettet, hogy mennyire jól sikerült. Ildikó? Ne viccek, Csabi! Hát figyelj, nagyon jól énekelsz, és megnevetted, vicces vagy, tök jó, nekem nagyon bejött. Ezért tettem sok kérnék most elsőkörben. Nagyon bejött még úgy is, hogy közben adod ezt a kedves balfácán figurát egyébként. Tényleg ez nagyon jól áll neked, viszont hozzátenni, hogy egy másfél órás koncerten ez lehet, hogy kevés, picit unalmas, többet kell beletenni, hogyha ki tudsz lépni ebből a zsákos Frodo imidzsből, akkor sokkal többet történni szerintem. Viktor? Akarom hallani még egy tapsot, mert szerintem az egyik... Ez egyik legnagyobb mutatvány, mert a produkcióban én nekem majdnem megállt a szívem, hogy rükvözbe kellett felmenned a lépcsőn. Igaz? Nem tudtam, hogy jelentem volna. Figyelj, meg kell, hogy dicsérlek, én imádom a formádat, imádom a stílusodat. Én egyébként, amikor te énekled az ilyen dalokat, hozzáteszem egy kis negatív, ez nagyon hasonló hangulatú dal volt, mint az előző, ezért nem látunk olyan nagyon-nagyon sok újat, de viszont nagyon szimpatikus, hogy tetszik, hogy így látom a szemeden, és én érzem rajta, hogy te tényleg látod a csodát, szóval én nekem ezt köszönöm. Anna, te is mindig szoktad látni a csodát. Az első adásban, élőadásban ugye a cukisági faktor az túlcsordult és túlsegített minket a beköltöző show borzalmain, és bent vagyunk, és ott vagyunk, és nagyon szimpatikus, amit te csinálsz a többiekkel, hogy segíted őket, és ilyen lelki bubus vagy, amikor nem vagyok ott, köszönöm szépen, hogy átvetted. És nagyon örülök neki, hogy sokkal több mindent csináltál, mint amit kértem tőled. Tehát, hogy kis lámpásokat gyújtottál, az hagyján, de a cuki Ivánból egy nagyon természetes Ivánt láttunk most, és én nagyon szeretnék még egy rettenetes Ivánt is látni majd.
Lili, Iván, te egy szeretett gombóc vagy, egy kis kobold, akit nem lehet nem imádni, viszont én pont az ellenkezőjét látom, hogy te, mint ember, megnyíltál a házban, mert az első napokban ott ültél a sarokban, és senki nem tudta, hogy te milyen vagy. Megnyíltál, és nagyon jól kommunikálsz a társaiddal. Viszont azt gondolom, hogy az előadásodból visszavettél. Ne vedd vissza, elveszett a fénye annak az Iván, aki ide berobbant az első napon, és így mindenkinek kisütött a nap. Tehát ezt nehogy elveszítsd ezt a fényedet. A dal nagyon jól áll neked, küzdöttél, láttam a kockákkal, meg mindenfélevel, de hát ez egy nehéz szakma, el szoktuk mondani. Igen, ennyi sok mindenre kell figyelni, sajnos. Akkor ez most tetszett? Tetszeni tetszett, ja. Csak, okay. Ne, figyelj, ez nekem, nem kevesebb, ki nekem. Nem, nekem kevesebb volt, mint amit én Ivánból először láttam, és ahhoz képest is többet szeretnék Ivánból látni. Ne vegyél vissza magadból. Nem akartak, mert csak nem tudom. Provokálj nyugodtan. Kicsit felizgatod, de pontokból fogjuk ezt látni, szerintem tűpontosan. Ildi. Mondanod kell valamit, Ildi, pontilag. 20 pont. Tényleg tetszett neki. Csabi. Én ma láttam a csodát, te meg dobd el a gyűrűt és hadd vigye tovább, keresztes művésznő, 23 pont. Ó, hát ez egy nagyon jó pont. Mitya? Még egyszer hangsúlyozom, hogy borzasztóan szimpatikus vagy, de ez egy kicsit hasonló volt, mint az előző, és én egy fejlődést akarok látni, ezért 21. Anna? Én pont az emberi fejlődésre, hogy te mersz, és egy kicsit a csigaházatból kidugtad magadat, hogy mersz fejlődni, és mersz megmutatni új színeket, én 24 pontot adnék neked. Magas lesz ez, 88 összesen, 88 pontot gyűjtöttél a zsűritagoktól, meglátjuk, hogy a nézőktől mennyit kapsz, és hogy összesítve ez a kettő mire lesz elég. Köszönjük szépen, Iván!